Üdvözlet mindenkinek! 2022. 10. 8. án az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal lehet, hogy ez egy kicsit rendhagyó videó lesz. Ezt a rövid bejátszást én csak úgy megkaptam, de mégis azt hiszem, hogy fontos, hogy beszéljünk arról, ami elhangzik ebben. Előtte hagyd kérjek meg mindenkit arra, hogy osztátok meg a videónak a linkét, illetve lájkoljátok a videónkat a Youtube-on, Facebookon. Ez óriási segítség, és ha hasznosnak találjátok és értékesek a munkánkat, akkor támogassátok azt lehet, hogy az lesz, hogy lejátszom előbb ezt a, szerintem ez valamiféle keleti filozófia lehet, hinduizmus, buddhizmus, valami ilyesmi, és bizonyára ennek egy verzióját ismeri mindenki, vagy találkozott már ezzel. Aztán elmondom, hogy mi az én álláspontom, illetve még találtam egy másik megosztást, itt ez a fényszövetség tagjairól, szóval ez az, amit nagyjából meg fogunk beszélni. Intuition is the first thought but awake itself. The first ever feeling that awake. there is no doubt into it. Rather, mm. the mind is the second thought. When you start thinking, that's already the mind. The mind don't want to be controlled. The mind is happy to let loose, you know, into the world outside. They don't like to be centered. If you start listening to your intuition, automatically the power of the mind will diminish. Yes. See, what will come more is the power of the heart. Because intuition is linked with your feeling. And the feeling is linked with the heart. Most hagyj állítsa meg csak Azt mondja, hogy amennyiben, hogy lényegében arra búzdít mindenkit, hogy hagyjon fel a gondolkodással, és csak hagyatkozzon arra, amit ő úgy hív, hogy intuíció. És az intuíció az a szívben gyökerezik az ő elképzelés szerint. Most megmutatom még egyszer talán. Aha, itt van. If you start listening to your intuition, automatically the power of the mind will diminish. A mind, amikor ő arra gondol, hogy mind vagy elme, akkor én szerintem a tudatos gondolkodásról beszél, mint ahogy azt is említette korábban, hogy a gondolkodás az már eleve a elme, vagy a mind, angolul és azt szeretné, ha csökkenne a gondolkodás és az intuíciónak a szerepe növekedne. És nem tudom, hogy ki az, aki feliratkozik erre a fajta gondolkozásmódra, vagy filozófiára, és elfogadja, és sajátjának tekinti, de szerintem számos probléma merül fel ezzel, amit csak pusztán, logikusan gondolkodva is fel tudunk mérni, vagy fel tudunk ismerni. Nem kell hozzá egy bibliai háttér, de akinek kell, hagyd egy verset az írásokból. Jeremiás 17-es fejezet 9-es versben azt olvashatjuk, hogy csalárdabb a szív mindennél, és az gonosz, és ki az, aki ismerhetné azt? Ez a család, ez valami, ami csalfa, állnok, másokat kiátszó, de egyébként, mint egy összetaposott valami, kiárt ösvény, valami, ami dombos, meredek, lejtős, de maradjunk annál, hogy család, csalfa, állnok, másokat kiátszó. Ilyen a szív, és ő azt tanítja, hogy erre hagyatkozzunk inkább, mint a gondolkodásra. A gondolkodás pedig az lényegében a kritikai gondolkodás, szerintem, amit megcéloz, a logika, ítélőképesség talán, ahogyan az írások említik a gondolkodást, úgy, mint hogy megkülönböztetni a jót és a rosszat egymástól. Ha hagyjuk, hogy ezt kikapcsoljuk, ezt a kritikai gondolkodást, akkor egyszerűen csak nem fogunk tudni megítélni helyesen dolgokat, ha mindig arra hagyatkozunk, arra a belső hangra, ami van a szívünkben. Arról nem beszélve, hogy megnyitja magát mindenki a spirituális oldal manipulálásának. Pontosan ezért akarja az, aki ezt a filozófiát kitalálta, ami, aki az ellenség, persze, és az a, az a csapat, a démonok, vagy a bukott angyalok, kinek hogy ők azok, akik ezzel előálltak, és lássa mindenki, hogy az, ez pontosan az ellenkezője annak, amit a teremtő javasol. A teremtő azt mondja, hogy a szív, az család, ami onnan származik, az nem megbízható feltétlenül. Yes. Is és ráadásul még az érzéseknek a vezető szerepére próbál minket inspirálni, ami megint csak egy probléma. Az érzés azért van az emberben, hogy a szociális kapcsolatait tudja fenntartani és felépíteni, nem azért, hogy döntést hozzon. Hogyha az érzelmei alapján dönten az ember, akkor a világ soha nem fejlődött volna ki a, a kezdeti primitív stádiumából, azért, mert... Egy orvos nem az érzéseire hagyatkozik, amikor döntést hoz, meg egy építész sem, egy műszerész sem, egy így vett tudós sem, hanem a tényeket mérlegeli az elméjében, is, az, azok alapján formálja meg az, hogy mi a helyes megoldás, nem az alapján, amit a belső hang sugal. Szóval ez az egész filozófia, amiről ő beszél, ez egy kifordított verziója annak, amit a teremtő szeretne. Az Ószövetség távol bárkitől is, itt van egy magától, a megváltótól, aki azt mondja, hogy nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába, ugye, hogy mi az, ami megfertőzteti az embert. És amely megtisztít minden eledet, és azt mondja, hogy ami az emberből jön ki, az fertőzteti meg az embert mert onnan belülről az embereknek a szívéből származnak a gonosz gondolatok. Házasságtörés, parázasság, gyilkosság, lopás, tehetetlenség, gonosság, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevéség, bolondság. Mind ezek a gonosságok belülről jönnek ki és megfertőztetik az embert. Ő pedig erre bíztat minket. És nem azt akarom mondani, hogy ő gonosz, vagy ostoba, vagy bármi. Csak azt, hogy ha eltérünk az írásoktól, akkor oda jutunk, ahova ő, hogy pont az ellenkezőjét magyarázza annak, ami helyes lenne. A szívből nem bízhatunk abban, amit érzünk. Ha valaki azt érzi, hogy ah, milyen jó lenne oda menni ahhoz a lányhoz és beszélni vele. Igen, mi, mi, mi az, ami azt mondja, hogy az, az egy jó ötlet? Mi, 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 a csak mert azt érzem, az nem azt jelenti, hogy jó. Nem nem valamennyire fel kell mérnem a helyzetet, kritikusan gondolkodva, van barátnőm, van családom, gyerekem, feleségem, neki van, honnan tudjam, Mi, miért lenne olyan nagyszerű ötlet csinálni ezt? Csak azért, mert úgy érzem abban a pillanatban, hogy az jó lenne. A józon ítélő képesség az, ami segít nekünk dönteni, ez pedig az elmében lakozik ne kapcsolja ki senki az elméjét, és ne hagyja, hogy a szívéből az ellenség képes legyen manipulálni. Az érzéseket manipulálja az ellenség ugyanúgy, mint ahogy a teremtő. A tények, amik le vannak írva a, a Bibliában, azok segítenek majd nekünk eldönteni, hogy az, amit gondolok, az helyese, vagy pedig nem. Villámgyorsan gyorsan hagyj, kérek meg mindenkit arra, hogy osszátok meg a videónak a linkét, és amennyiben hasznosnak és értékesnek találjátok a munkánkat, támogassátok az óriási segítség lenne, illetve lájkoljátok like a videóinkat a Youtube-on, Facebookon össze-vissza, és én köszönöm szépen. Szóval ne hagyja magát senki félrevezetni ezek a filozófiák által, amik jó hangzanak. Mert ha mindig azt csinálnám, amit szeretnék, akkor, nem, akkor csak feküdnék az ágyba, videókat néznék, meg égkrémet ennék. De nem ezt csinálom, hanem az elmém felülírja az érzéseimet. Nem mindig ölök meg mindenkit, amikor felidegesítenek, meg, meg ezért más dolog. Szóval az a spirituális érzés, érzés azt mondja, hogy ez a szívhez kötődik. Itt van, az, és az érzés a spirituális szívvel van összefüggésben. Amiről most olvastuk, hogy onnan a gonosz dolgok jönnek ki a szívből, és az család és végtelenül gonosz. Azért áll rendelkezésünkre a Biblia, hogy ezeket a dolgokat egyszerűen megfejtsük. The Persze, hogy semmi köze az elméhez, hiszen két külön dologról van szó. Az elme felülírja az érzelmeket, és nekünk erre kellene törekednünk. Oh, your hogy az elme lázad, hogyha az intuíciódra hallgatsz. Persze, mert a teremtő szeretne figyelmeztetni az ő lelkén keresztül, hogy nem jó az, amit csinálsz, hogy nem szabad engedned, hogy az érzéseid uralkodjanak rajtad.

de azt hiszem, hogy az talán kétséget kizáróan bizonyított mára, hogy, hogy a nők sokkal érzelmesebbek, míg a férfiak racionálisabbak legalábbis átlagban. Persze mára már azért elkorcsosult mind a két nem eléggé ahhoz, hogy a határvonal ne legyen ilyen éles, de ezt érdemes még ezt is külön mindenkinek kézben tartani, hogy a világ azért tartott, mert ez a fajta feminin gondolkodásmód elhatalmasodott rajta. Amíg egyensúlyban volt, addig a világ relatíve jól működött. De most, hogy ez egyik ö, ö, uralomra jutott, így láthatjuk, hogy hogyan omlik össze körülöttünk a valóság, azért, mert nem engedhetjük, hogy az érzelmek vagy az értelem túlsúlyba kerüljön, hiszen akkor felborul a dolgoknak az egyensúlya és a harmóniája. De még zárásról itt van egy ilyen fényszövetséges dolog, a fényszövetség alkotmánya. És megint csak nem azt szeretném elérni, hogy bárki is, ez, hogy ezzel röhögni, vagy akármi. Én szerintem ez komikus, amiről szó van, de gondolom az, amit én vallok, és komikus számos más embernek, úgyhogy én ezt, ezt elfogadom. De ez a Fényszövetség dolog, ez ugyan arra kapta épül, mint a hindu, illetve a távol-keleti filozófia, ezt New Age-nek hívják, ami nem áll távol egyébként, ahogy én értelmeztem, a, akár a judaizmustól sem. De a fényszövetséges biznisz, ez a New Age is elismeri, hogy léteznek egy spirituális dimenzió, akit ők más bolygókról származó fénylényeknek hív, akik eljönnek ide, és, és fejlesztenek bizonyos embereket, és ébrezgetik fel a, a tudatát a, a Föld népességének. Ami, ami igaz is, csak nem más bolygóról jönnek, hanem spirituális dimenzióból a teremtő küldi, vagy az ellenség éppen kit melyik manipulál. De pont ez a lényeg, a négyesben azt mondja, hogy minden éjön, ez ugye a fényköldött, ismerje fel testvéreit, nyilvánítsa ki feléjük őszinte a tiszteletét, szeretetét, töretlen támogató erejét, és érezze szíve mindenkori kötelességének, a fényszövetség csoportjainak önzetlen teremtését, megerősítését és védelmét. A hetesben pedig folytatja úgy, hogy minden Aioné szüntelenül keresse azt a szakrális ösvényt, ami egy szent ösvény, melyen emberi testét tudatosságát felemelheti a szív szent útjára, és azon élete kitágulhat. Mindenki, aki a szív felé, az érzelmek felé szeretne minket terelni, a kritikai gondolkodás, a logika az ítélőképességgel szemben, az nem a teremtőtől van, és az nem a legjobb szándéka van felénk, még akkor is, ha tudatlanságában. A szív, az érzelmek, az intuíció, bár hasznos, bizonyos értelemben nem hagyatkozhatunk arra csupán, amit érzünk. Össze kell azt hasonlítanunk a valósággal, és mindazon tényekkel, amiket igazságként ismerünk. Hogyha ez az igazság a Bibliából érkezik, akkor nagyon egyszerű lesz a dolga mindenkinek, mert akkor meg fogja érteni, hogy nem hallgathatsz az érzéseire. De remélem, hogy ez érthető volt, és köszönöm mindenkinek a figyelmet, hamarosan folytatjuk, mindenkinek a legjobbakat és halleluja!